Sziasztok, ez a Beszélnünk kell podcast a VMN stúdiójából. Én Détót Kriszta vagyok, és itt van velem beszélgető társam, orvostót Noémi, klinikai szakpszichológus is. Szia, Noémi! Szia, Kriszta, sziasztok! Szerkesztőnk Filákovics Radvojka nevében is szeretettel köszöntünk benneteket. Mai témánk a narcizmus. A narcizmus, aminek megértéséhez valamiért olyan nagyon vonzódunk az utóbbi évtizedekben. Ugye hivatalosan narcisztikus személyiség zavarral az emberek nagyjából 1%-át diagnosztizálják. Ehhez képest a témában megszülető tartalmak, beszélgetések aránya messze nagyobb. Nekem úgy tűnik, hogy ez folyik a csapból is, szóval messze túlcsordult ez a fogalom, meg ez a dolog, jelenség, vagy legalábbis a fogalom használata a diagnosztikai keretek közül. Ugye mindannyian ismerni vélünk, vagy látni vélünk narcisztikusokat magunk körül, esetleg saját magunkban is felismerni vélünk bizonyos személyiségjegyeket. Szóval legelőször az érdekel, Noémi, hogy szerinted mennyire csalóka ez? Tényleg minden sarokban csücsül egy narcisztikus? Hát tulajdonképpen igen, hiszen önmagában a narcisztikus jegyek, azok nem rosszak. Az a kérdés, hogy milyen mennyiségben vannak jelen egy embernek a személyiségében, a működésében. De egyébként én is azt látom, hogy ez egy nagyon könnyen másokra aggasztható címke. Nyilván magunkon elgondolkodni az egy másik történet, de hogy másokra olyan könnyen rá lehet fogni, és ez ad egy nagy-nagy felmentést is, hogy megvizsgáljuk azt a kapcsolatot, amiben mondjuk valakire ráragasztjuk ezt a címkét, hogy az igazából miért úgy működik, mi hogyan vagyunk benne. Ezzel a címke aggatással letudtuk a saját felelősségünket, úgyhogy ez ilyen kényelmes is, és mostanában, amikor tudod, ilyen instant megoldásokat keresünk bármilyen témában, mondjuk egy kapcsolatnak a megértésének a témájában, ez egy végtelenül jól, látszólag jól működő módszer. Aztán igen, kérdés, hogy mennyit ártunk esetleg ezzel magunknak, meg egymásnak, már a címkézéssel magával is, meg azzal, hogy tényleg úton útfelen ráaggatjuk a főnökünkre, a munkatársunkra, a pasinkra, a csajunkra, házastársunkra, barátunkra, mit tudom én, ellenségünkre. Engem az érdekel, hogy szerinted hol kezdődik a ló másik oldala, amire átessünk, vagy hajlamosak vagyunk átesni ezzel a címkézéssel, hogy meddig jó az, hogy ennyire próbáljuk felkutatni egymásban, meg magunkban esetleg az olyan jegyeket, amelyek megnehezíti mondjuk a kapcsolatteremtést, meg a hatékony együttélést, és honnan kezdődik az, hogy ezzel már ártunk, hogy úton útfélre narcisztikusozzuk egymást. Hát kezdjük onnan, hogy ezt miért csináljuk. Na miért? Hogy az individualista társadalmakban az, hogy elkezdünk önmagunkról gondolkodni, az óhatatlanul megjelenik. Ugye egy kollektivista társadalomban, amikor a mi tudata nagyon erős, akkor az emberek nem is gondolkodnak azon, hogy én ki vagyok, mit akarok, milyen céljaim vannak, ki a másik, hiszen együtt vagyunk, sokan vagyunk, és igazából az a kis mikro vagy makro közösség, amiben élünk, az a fontos, és alárendelődünk a közösségi céloknak, a családi munkamegosztásban, ott megtaláljuk a helyünket, és együtt vagyunk, és nem kérdés, hogy egyénként mi kik is vagyunk tulajdonképpen. Egy olyan társadalomban, ahol az egyén elkezd számítani, az ő céljai, az ő törekvései, az ő elvárásai, akár az élettel szemben, akár a másik emberrel szemben, ott viszont ugye óhatatlanul is fókuszba kerül a saját és a mások működése. És ez nagyon jó is, mert fontos ahhoz, hogy jól működő kapcsolatokban létezzünk, ahhoz nagyon fontos megérteni, hogy ezek a kapcsolatok hogyan működnek, mi hogyan működünk, a másik hogyan működik, és hát ugye nem véletlenül ez az igény ezt felébredt, és ezt kiszolgálják a különböző pszichológiai önsegítő könyvek, azok a, nem tudom én, előadások, amikben megpróbál a szakma mondjuk rávilágítani bizonyos aspektusokra, személyiségműködésekre, kapcsolati működésekre. Tehát az igény az tulajdonképpen ez, hogy értsem magam, és értsem a másik embert, mert fontos vagyok én, és fontos a másik is. Már kevésbé ez a nagy mi az, ami előtérben van. Tehát, hogy ez egy jó dolog, amilyen túlkapás, ez a nagyon hirtelen címkézés. Tehát amikor azt gondolom egy összetett, nagyon komplex dologról, hogy aha,
Én értem, mert hallottam róla, mert elolvastam egy cikket, ilyennel nagyon sokszor találkozom, hogy mondjuk akár hozzám is úgy jön el valaki, hogy elolvastam, és megvilágosodtam, és akkor már értem. De most nyilván egy cikk, ami mondjuk a narcisztikus karakterről, személyiségzavarról szól, az nem tud olyan kimerítő lenni, hogy azt valaki mélységében megértse, mégis megadja azt a magabiztosságot adott esetben, hogy akkor most már, na, megvan a miért, megvannak az okok. Tök érdekes, hogy mondod ezt, hogy hozzád is úgy mennek, hogy már gyakorlatilag hoznak úgymond megértett problémát, hogy egy kicsit ez most, hogy ilyen önreflexív legyek, és magamban nézek, vagy a tükörben nézek. Én is mentem már úgy a pszichológusomhoz, hogy én megérteni véltem valamit. Mm-hmm. Tehát, hogy úgy ültem le vele szemben, hogy én tudom, hogy ez miért van, erről mi is számtalanszor megjelentettünk már cikket, és akkor én elkezdem ezt mondani, és akkor ő megállít engem, és azt mondja, hogy ez most egy kicsit olyan magazinos volt. És akkor most ezt tegyük félre, és a többi, és a többi. Szóval igen, szerint én is azt látom, hogy nagyon jó, hogy elkezdtünk magunkkal egy kicsit foglalkozni, magunk már jó, a dolog jó értelmében megpróbálni, megfogni, meghallani a saját hangunkat például. Belülről én is magamon azt veszem észre, hogy annyi minden történik, és olyan sok gondolat fut át egyszerre az agyamon, hiszen annyi tányért próbálok pörgetni az életembe, hogy nem hallom magamat. És nekem például a terápia abban segít, hogy azt a hangot, ami belül van, ami az érzéseimet mondja nekem, hogy mire, hogy reagálok valójában, azt meghalljam, egy pillanatra legalább megálljak. És szóval ez a része tök jó, az viszont tényleg kifejezetten idegesítő tud lenni, hogy egy beszélgetésen belül három különböző sztoriban hallom az úgynevezett narcisztikus. Igen. Szóval itt most az elején tisztázzuk azt, hogy mi a narcizmus, meg hogy milyen értelemben fogjuk, vagy használjuk most ebben a beszélgetésben. Ugye van egyszer ugye a diagnosztikai értelemben vett narcisztikus személyiségzavar. Amiről tudjuk, hogy sokkal ritkább, mint ahogy azt az emberek ugye tudni vélik, mert ez az 1% tényleg nem olyan magas aránya a népességnek. Ennek ellenére nagyon sokaknak lehet olyan erős narcisztikus vonása, ami már mondjuk megnehezíti az egészséges, harmonikus kapcsolódást másokkal. És akkor én innen indulnék egyébként, hogy mi is kell ahhoz, hogy egy kapcsolat az érett és olyan legyen, amire azt mondom, hogy aha, jól érzem magam benne. Hát ugye itt az egyik és legfontosabb az a kölcsönösség, hogy beleteszek én is, és beletesz a másik is. És nekem is jó abban a közösségben, abban az együttlétben lenni, és jó a másiknak is. Kölcsönösen támogatjuk például egymást. Nem csak az egyik fél támogatja a másikat, hanem kölcsönösen. Hol én rendelődöm alá a saját elvárásaimmal, hol pedig a másikon a sor, amikor mondjuk az én életem fordul egy olyan irányba, vagy történik vele az én életemben valami, amikor nekem kell, hogy valaki segítsen, akkor a másik erre hajlandó. Tehát ez egy ilyen állandó, szinte öntudatlan ilyen áramlása két ember között mondjuk az odafigyelésnek, ahogy mondtam, akár az alárendelődésnek. Nagyon fontos tényezője egy jól működő kapcsolatnak, hogy kölcsönösen vállaljunk felelősséget. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy de neked kell ezt megcsinálni, de neked kell, te viszed el a balhét, ez a te hibád, hanem azt mondom, aha, én nekem is van ebben a történetben felelősségem, és a másiknak is. És ezt mind a ketten érezzük, és ennek megfelelően viselkedünk, beszélünk egymással, ez határozza meg a kettőnk működését. Nagyon fontos például az, hogy viseljem a másiknak az autonómiáját. Ugye ez egy jó kérdés, hogy hogyan viszonyulok én a másik függetlenségéhez, ahhoz a létezésének, ahhoz a részéhez, amire mondjuk nekem nincsen rálátásom, ráhatásom. Mit gondolok, hogyha például ő elmegy a barátaival vagy barátnőjével találkozni? Tűröm vagy nem tűröm? Mert
azért nem tudom, dühösen elutasítom, hogy ilyet nem tehetsz, mert akkor engem magamra hagysz, vagy duzzogok, féltékenykedem, csöndben megsértődöm. Hogyan viselem azt, hogyha ő sikeres például? Azt én tudom támogatni? Vagy azt mondom, hogy te már megint hol jársz, amikor nem tudom én, itthon lenne a helyed, és te mész, és a karriered után koslatsz a helyet, hogy? Mert mondjuk nyomaszt az, hogy neki van egy tőlem független élete. Hogyan viselem a másiknak mondjuk az intimitás igényét? Ez is egy érdekes dolog. Mert hogy egy jó kapcsolatban ezt is viselni tudni kell, a másik távolságát, mondjuk az autonómiájának a megélésekor, és mondjuk a segítségkérését, az intimitás iránti igényét. Arra is kell egy nagyfokú nyitottság, hogy jöhessen közel, amikor neki arra szüksége van, és ne mondjam neki azt, hogy ja, hát azért ezt ne, tehát ne panaszkodjál már nekem, mert én arra nem tudok reagálni, nem tudlak megvigasztalni, hagyjál már, ez túl terhes. Hogy ezek azok a dolgok, amik egy biztonságos, érett párkapcsolatban, vagy emberi kapcsolatban jó, ha benne vannak, tehát hogy ezek az ismérvek. És hogyan helyeződik mindez bele a narcizmus témájában? Tehát, hogy akkor menjünk tovább tényleg a párkapcsolati vonalon. Mi van akkor, hogyha én egy narcisztikus jellegű személyiséggel vagyok kapcsolatban? Mi nem működik? Milyen jelek azok, amelyek egyszer csak hát már fájnak? Ugye azt is mondjuk el, hogy a narcizmus azt egy ilyen spektrumként kell elképzelni, hogy az egyik oldalon vannak azok az emberek, mondjuk a nagyon extrém esetről beszélek, akikben alig van ilyen narcisztikus, tehát a maguk felé irányított fókusz. Ezt így kell elképzelni, hogy mekkora fókusz van mondjuk az énen. Vannak olyan emberek, akiknél alig valami. Őket egyébként, ugye, ha már magazin, akkor őket szoktuk mostanában ilyen empatáknak nevezni. Ez az önalárendelődő ember, aki azt mondja, hogy én annyira nem vagyok fontos, ne is foglalkozzanak, mert inkább ilyen kiszolgáló egységként érzem jól magam. A spektrumnak a másik nagyon extrém végén vannak azok az emberek, akiknél a fókusz nagyon magukon van, az ő nagyságukon, az ő csodálatos létezésükön, ez az egyik típusa, ez a grandiózus, narcisztikus karakter, ez így néz ki, hogy olyan feljogosítottnak érzi magát, csodálatot vár el a környezetétől. Ebből is ugye lehet érezni, hogy mondjuk empátiára, a kölcsönösségre, amiről az előbb beszéltem, nem nagyon képes. Tehát, hogy arra a fajta emberi kapcsolódásra, amikor magam mellett számít a másik is, és ebből a énből és a teből áll össze egy mi, ami szintén nagyon fontos, az ott nincsen. Hanem a társ az nem a maga önállóságában, függetlenségében jelenik meg, hanem egyfajta ilyen kvázi segéd énként, aki így kiszolgálja az ő éppen aktuális igényeit a csodálatra, a támogatásra, akár a sajnálatra, már ő ritkán vallja be, hogy valami negatívum érte, de minden esetre, hogy kell a másik azért, hogy őt így megtartsa, megtámaszta, felemelje. Ez mennyire szerintem ez az energiáról is szól, nem? Tehát, hogy egy narcisztikus típusnak, mondjuk most akkor én ilyen magazinosan fogok fogalmazni, folyamatos energiabevitelre van szüksége. Igen. Tehát, hogy mint egy ilyen telefontöltő, hogy így állandóan rádugom magam a másikra, és akkor szívom el az energiáját, a másik meg, hogyha különösen akkor, hogyha mondjuk egy ilyen empata típussal hozza össze a sors, már pedig ez elég gyakori, hogy így választunk, nem? Hát hogyne, azért a lélek nagyon bölcsen kiválasztja azt, aki ki tudja szolgálni az ő igényeit. Nyilván az empata mellé kell valaki, akit ugye ő... Akit lehet szolgálni. Hát ez azért igen. Így van, igen. Szóval, hogy van egy ilyen egyirányú energiaáramlás, ami egyébként láttam a YouTube-on egy
narcisztikus kapcsolatokból kijövő, illetve azok narcisztikus bántalmazás tulajdonképpen, hiszen ez akár a bántalmazás egy formájaként is megfogalmazható. Ez lelki bántalmazás, és akár mondjuk fizikai bántalmazás is előfordulhat. Tehát igen, ez tud nagyon fájdalmassá is válni, ugye itt extrém esetekről beszélünk. Na, szóval, hogy ilyen emberekkel készült a dokumentumfilm, több is egyébként, én egyet néztem meg a YouTube-on, ahol konkrétan azt mondja el az egyik, és itt áldozatnak, túlélőnek titulálták őket ebben az angol nyelvű videóban, hogy úgy érezte, hogy teljesen kicsavarja ez az ember. Tehát, hogy megszűnt tulajdonképpen minden én ereje. Tehát kiürült. Erről így számolnak be azok az emberek, akik hosszabb időt eltöltöttek egy erősen, toxikusan narcisztikus emberrel. Hogy valóban, mivel a narcisztikus emberben van egy ilyen nagy úgynevezett narcisztikus űr, ugye azt tölteni kell, és ez kell a másik embernek az energiája, az életereje, a lendülete, a hite, a szeretete, a sok-sok minden, ami egyébként ugye gyerekkorban elmaradt. Mert hogy itt azért egy a narcizmus az egy hiánybetegségként is felfogható, hogy hiányzott az életút elején az a fajta, hát ilyen nem is tudom, ilyen odaszentelődés. Én ezt a szót nagyon szeretem egy ilyen korai anyagyerek vagy szülőgyerek kapcsolatban, azért említem először az anyát, mert azért mégiscsak ő az első, általában az első olyan nagyon intenzív, meghatározó kapcsolatunk. És persze nagyon jó apa is ott van, de azért az anyának így szóval, hogy letagadhatatlanul nagyon-nagyon fontos szerepe van az életutunknak az elején. És akkor ez kell, ez az odaszentelődés, amikor ez az anya háttérbe tudja helyezni a saját szükségleteit, a gyereke szükségletei pedig előtérbe kerülnek. Az a fontos, hogy ő mikor álmos, ő mikor éhes, ő mire vágyik. Az élet elejéről beszélek, az első néhány hónapról, mikor még a gyerek abszolút rá van utalva az anyára, és alig érzékel valamit a világból. Természetesen a későbbiekben ugye betör a realitás is az életbe, szóval, hogy azért értsük itt is jól, hogy ez az odaszentelődés, ez az élet elején kell, hogy legyen, akkor viszont nagyon kell, hogy úgy reagáljon a szülő a gyerekre, hogy mindenki is igényét, azt képes legyen felmérni és érzékenyen letapogatni. Ugye senki sem születik narcisztikusnak, hanem azzá válunk. Ennyire meghatározó az élet első néhány hónapja, és ez a fajta odaszentelődés, illetve ennek a megtapasztalása, az egy picit nyilván azért is hangzik ijesztően, mert egy picit én elvágulagosnak is lehet ezt érteni, hogy ha ez nincs meg, már pedig ez sokszor gyakrabban, mint képzeljük, nehézkesen van meg, vagy nem elég jól van meg, hogy ott valami teljesen visszafordíthatatlan történhet, vagy azért vannak a fejlődésnek olyan kicsit későbbi szakaszai, amikor korrigálhat egy mondjuk szülő-gyerek vagy anya-gyerek kapcsolat. Természetesen lehet korrigálni. Természetesen az élet későbbi tapasztalatai is nagyon sokat tudnak rajtunk formálni. Egy biztos ősbizalmat felnőttként már nem lehet építeni. Egyszerűen azért, mert az ősbizalom kialakulásának az időszaka, az a születés, akár már az intrauterin, tehát a magzati kor, és az utána következő néhány hónapban történik meg. Tehát nem véletlen az, hogy például a kötődés kutatásokból látjuk, hogy az, ahogy egy gyermek bízik a világban, önmagában, a szüleiben, mondjuk az nagyjából egy éves korban már mérhető, és ez fennmarad. Tehát, hogy az anya-gyerek kötődésnek a miensége, az már előre jósolja azt, hogy későbbiekben mondjuk a párkapcsolatban mennyire érzi majd magát valaki biztonságban, mennyire gondolja magáról azt, hogy ő szerethető, a párjáról azt, hogy megbízható, és hogy egyébként kapcsolódni az egy jó dolog, az egy biztonságos dolog. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon mélyre, minél korábbi egy tapasztalat, annál mélyebbre íródik az idegrendszerbe, és minél mélyebbre íródik be valami, annál nehezebben lehet felülírni. Természetesen lehet, hiszen maga a terápia is mindig erről szól, hogy azok a hiányok, amik keletkeztek egy embernek az életében, azok szépen
pótolva legyenek. Én tudod, mint a, ott van a kis lukacskák, és akkor azokat elkezdjük betömködni. De ez egy nagyon melós dolog. Nagyon sok időbe is telik, hiszen felül kell írni nagyon régi, nagyon ősivé kövesedett tapasztalatokat, és sok-sok tapasztalat kell hozzá, ami sok-sok jó tapasztalat, ami azt a kezdeti rosszat felül tudja írni. Oké, szóval a narcizmus egy hiánybetegség, és egy spektrumon helyezkedik el, és mindannyian rajta vagyunk. Én vagyok a magazinos, ugye, én próbálom belehelyezni magunkat ilyen kicsit könnyebben emészthető mondatokba, de nem elvitatva, hogy amiről ebben a sorozatban beszélgetünk, minden téma egytől egyig iszonyan árnyalt és összetett, és még véletlenül sem akarom ténylegesen leegyszerűsíteni, nem azért vagyunk itt, de megérteni igen. Szóval, hogy rajta vagyunk mindannyian a spektrumon, nyilván vannak bizonyos hatások, amelyek felnagyíthatják ezeket a személyiségjegyeket, amelyek mindannyiunkban benne vannak, mint lehetőség. Milyen személyiségjegyekről beszélünk? Mire mondhatjuk azt, hogy na, ez egy narcisztikus személyiségjegy? Hogyha mondjuk magunkban nézünk, vagy hogyha elkezdjük most akár a beszélgetésünk hatására egy picit gondolatban szétszálazni a kapcsolatainkat. Például az empátia hiánya egy ilyen nagyon jellemző dolog, hogy az, hogy a másik mit érez, arról így nagyjából fogalma sincsen, vagy hogyha mondjuk elmondod neki, hogy na, én figyelj, én ezt érzem, én így éltem meg ezt a helyzetet, akkor az rá a reakció, hogy ugyan már ne viccelj, ne gyere most nekem ezzel, már megint csak panaszkodsz. Tehát, hogy nincs egy ilyen... Tudod, hogy szoktam én ezt mondani, hogy nem üti szíven a másik szenvedése, megélése. Ugye, amikor jó esetben, hogyha beszélgetünk valakivel, és ő egy jól rezonáló valaki, akkor ha elmondod neki, hogy te miken mentél keresztül, hogy te neked az mennyire fájt, milyen rosszul esett, hogy érezted magad, hogy szenvedtél, hogy nem tudtál aludni éjszaka, vagy bármi, akkor azt látod, hogy a másik ember tényleg szó szerint szíven üti. És elkezd veled együtt rezonálni, és valahogy látod az arcán is, hogy átveszi a te mimikádat, hogy ha te úgy szomorú vagy, akkor ő se kezd el vigyorogni, mert azok a bizonyos úgynevezett tükörneuronok, amik ott vannak az ő agyában, és azért vannak kitalálva, hogy összetudjon két ember jól kapcsolódni érzelmileg, azok elkezdenek tüzelni, leveszi a te érzéseidet. Na most ez amikor valaki egy ilyen erősebben narcisztikus karakter, akkor ez a szívenütés elmarad. És akkor őt bosszantja, hogy te mit beszélsz itt a saját érzéseidről. Hagyjál már engem ezzel. Tehát, hogy ne hozakodjál elő ilyenekkel, mert ez csak így zavar. Zavar a másiknak a véleménye, érzése, megélése, de ugyanígy zavarják a céljai, a motivációi. Nem már, az most nem illeszkedik bele abba az elképzelésbe, amit ő így ápolgat. Azért mondtam, hogy a másik autonómiáját nem bírja. Tehát karriert akarsz csinálni, célod van, terved van, ne, hagyjál engem ezzel. Már megint mit bosszantasz itt engem. Ez rá a reakció, és te pedig leforrázva érzed magad. De nem így kezdődik. Nem? Na, tehát, hogy egy narcisztikus... Ha így kezdődik... Na, hogy kezdődik egy kapcsolat? Na, szóval, hogy kezdődik? Nagyon más, hogy kezdődik egy ilyen kapcsolat. A narcisztikus embereknek van egy nagyon izgalmas ilyen vonása, mégpedig az, hogy ilyen glória leng be körülöttük mindent. Van egy fényük, igen, nekik is van, amit csinálnak, és hát nyilván, amikor párt választanak, akkor ők úgy választanak, hogy valami miatt azt látják, hogy na, itt van egy fantasztikus ember, mert annyira szép, mert annyira tehetséges, mert annyira híres, mert annyira gazdag, mert annyira befolyásos, mert annyira valamilyen. Ugye? És akkor ők elkezdik ezt az embert idealizálni. Hogy mondani szoktuk, rávetítenek olyan dolgokat, ami mögül az a másik nem is látszik. Tehát, hogy ő nem beléd szeret beléd, vagy belém, hanem ő beleszeret abba a képbe, amit ő rád vetít, vagy ránk vetít. És ez azért nagyon izgalmas, mert ugye az elején, hát elájul mindenki. Hát ki ne szeretne ilyenfajta imádatnak a tárgya lenni. Ez az elején egy nagyon jó érzés. És azért nagyon csalóka ráadásul még, mert egyébként egy
harmonikus, érett ember szerelme is ilyen az elején. Ezt akarom mondani, hogy a szerelem maga az első az néhány hónapban az egy ilyen érzés, tehát hogy nagyon nehéz ebben az közös óriás ragyogásban és egymásba folyásban észrevenni, hogy ez valamiben sok. Így van. Egy dolog, ami azt gondolom, hogy ilyen izgalmas megkülönböztetés, hogy amíg az egészséges, most értsük jól, tehát hogy a szerelem az maga egy ilyen őrült állapot, de egy egészséges szerelem. Egy egészséges őrült állapot. Egy egészséges őrült állapotban a másiknak a hibái felett elsiklom. Tudom, hogy vannak, látom, de egyfajta ilyen elnézéssel, megbocsátással viseltetek irányukba. Míg a narcisztikus szerelme az olyan, hogy kizárja. Tehát ott nincs hiba, ott nem lehet, ott minden tökéletes. Tehát ez a piedesztára emelésnek az időszaka. De most ez egy idő után azért nagyon érdekes módon átcsúszik majd az idealizálásból, ugye ami megemel, lecsúszunk a devalválásba, ugye a leértékelésbe. És az ugyanilyen fekete-fehéren működik. Tehát amíg piedesztálon vagy, ott csak fehér vagy. És akkor ezt így érzed, hogy hát azért oké, de... Nem vagyok én ennyire... Nem vagyok én ennyire tökéletes. És ugyanígy, amikor devalválva vagy, akkor azt is érzed, hogy hát ennyire rossz azért, hát az mégse. De nincsenek átmenetek. Szóval, hogy a narcisztikus ebben a szürke zónában nem a szürke 50 árnyalatában, de az életnek a szürke árnyalataiban, ott nem tud jól mozogni, a számára nem létezik. Vagy. Ami nagyon érdekes nekem, hogy azt mondják a statisztikák, hogy van egy elég izgalmas megoszlás a nemek között, hogy a nagyobb arányban narcisztikus személyiségjegyekkel rendelkező, vagy azokat mutató emberek között több a férfi. Tehát sokkal több, 75-25 vagy 80-20% attól függ, hogy milyen eredetű statisztikákat olvasunk. Ez miért van így? Miközben azért jegyezzük meg, hogy most már látjuk, hogy ez változik. Változik? Igen, és a nők is igyekeznek felzárkozni. Nyilván ezeket a grandiózus, nagy egóval bíró, nem tudom én, létezést, azt hagyományosan a férfiaknak jobban meg is engedi a társadalom. Tehát, hogy sőt, hogy szinte várja tőlük. Sőt, igen. Tehát, hogyha most belegondolunk, hogy azért a vezető, az hagyományosan férfi, és hogyha a vezető, akkor bizony ott azért megjelennek ezek a narcisztikus vonások. Szóval, hogy azért tegyük oda azt is, hogy a narcizmus, meg ezek a én jó vagyok, ez az önmagamba vetett megingathatatlan hit, azért ez kell, nagyon sok helyen kell, ahogy ez nem a bóvó elítélendő. Hiszen még nem született úgy nagy felfedezés, kreatív alkotás, hogy az alkotó ne hitt volna abban, hogy ő most valami olyat tud létrehozni, amit még soha senki előtte. Szóval, ne legyünk nagyon sarkosak, és mi se lássunk feketén-fehéren, hogyha most mindent kidobnánk, amire azt mondjuk, hogy jó, hát ez narcisztikus, és nem tudom én, csak fúj, magát látja, igen. fúj, akkor bizony nagyon silány kis, nagyon kifosztott lenne az életünk, mert rengeteg mindenhez kell ez a felhajtó erő, ez a magunkba vetett hit. Hát bárki, aki már valaha állt színpadon, tudja, hogy hát ott bizony kell egy ilyen tuningolás. Kell magad szeretni. De rendesen, abban a helyzetben, szerepben. Kell magad annyira feltuningolni, igen, hogy oda ki tudj lépni, hogy elviseled, hogy most mások ott megítélnek téged. Tehát kell egy ilyen magadba vetett hit. Ugyanúgy például egy kudarc után, ahhoz, hogy fel tudj állni, ahhoz kell egyfajta ilyen önszeretet, egy ilyen önbecsülés, önbizalom érzés. Tehát, hogy ezeket nem szabad kidobni egyáltalán az ablakon. Mondom, ahogy a kérdés itt mindig az, hogy mennyi az annyi. És mi
a helyzet azokkal, akikről egyébként nem is feltételeznénk, hogy narcisztikus személyiségnek számítani? Ugye minden narcizmushoz kapcsolódó tudásunk és sztereotípiánk ellenére szorongóak, introvertáltak, félénknek tűnnek. Ennek van egy ilyen nagyon érdekes megnevezése is, hogy vékonybőrű narcizmus. Igen, vékonybőrű, vagy rejtett, vagy túlérzékeny narcisztikusokról is tudunk. És persze általában, amikor azt mondjuk, hogy narcisztikus karakter, akkor egy olyan embert látunk magunk előtt, aki egy ilyen grandiózus náci, aki úgy igényli, sőt, követeli a figyelmet, szeret a középpontban lenni, folyamatosan azt akarja, hogy őt csodálják, és így el legyen tőle mindenki ájulva. És ezzel szemben a kutatások azt mutatják, hogy vannak olyanok, akik pont az ellenkező módon viselkednek, tehát hogyha például azt vizsgáljuk, hogy a társas interakcióik milyenek, akkor ők kifejezetten kerülik a feltűnést. Egyáltalán nem szeretnek a középpontban lenni, sőt, inkább oldalra húzódnak, ugyanis ők attól tartanak, hogy bármilyen interakcióba kerülnek egy másik emberrel, akkor az a másik ember meglát bennük valamit, amit kritizálni fog. Tehát, hogy kvázi lebuknak, hogy ők nagyon érzékenyek másoknak a visszajelzésére. Tehát amíg a grandiózust nem érdekli, hogy te mit gondolsz róla, mert meg van győződve arról, hogy ő fantasztikus és csodálatos, addig a túlérzékeny, vagy a rejtett narcisztikus folyamatosan attól tart, attól rettek, hogy valami nem jó vele, valami alapvető hiba van benne, és állandóan azt monitorozza a környezetében, szinte megszállottan, hogy ki az, aki nem tudom én, rosszul vélekedik, negatívan vélekedik róla, vagy kritikát fogalmaz, meg akár még egy pillantással is, tehát ön végtelenül sérülékeny, és sértődékeny. És ennek a hátterében is ott áll természetesen ez a grandiózus vágy, hogy ő szeretne mindenkinél különb lenni, viszont azt érzi, hogy ez szinte elérhetetlen, és állandóan azt nézi, hogy ki az, aki beleköt, aki nem tudom, aki előtt lebukik. Kicsit ilyen paranoia? Hát, kicsit olyan, igen, egészen biztos, hogy de ugye a paranoiát nem feltétlenül mondanám, egy ilyen, tényleg egy ilyen túlérzékenység, tehát egy ilyen állandó, ugye ahogy mondtam, hogy a reflektor a grandiózusnál, ugye mindig önmagán van. Itt a rejtett vagy túlérzékeny narcisztikus esetében a reflektor az kifelé irányul, másokat néz, másokat figyel, másokat világít meg, hogy vajon ott egy-egy, tényleg egy szemvillanás, egy arc, kis apró kis mimika, az mit árul el arról, hogy a másik ember róla hogyan vélekedik. Felismerni őket hogy lehet egyébként, ha már ennyire jól rejtik, ugye, érzékenységgel, sértődékenységgel? Pont ez a sértődékenység, ez az érzékenység, az, ami kvázi most idézőjelben leleplezi őket, hogy nagyon nehéz velük is együtt élni. Tehát hogy az a fajta kölcsönösség, ugye, ami hiányzik a grandiózusból, ugyanúgy hiányzik belőlük is, mert ők is azzal vannak elfoglalva, magukkal vannak elfoglalva, csak más formában. És ez amikor kapcsolatba kerülsz velük, hogy érzed, hogy úristen, de nehéz, hogy így beleizzadok abba, hogy védjem őt az ő által a vélt kritikától. Eszembe nincs kritizálni, bántani, nem tudom én, de hát egy emberi kapcsolatban van olyan, amikor nem tudom, mondok egy egyszerű példát, elkésünk, mert dugóba keveredünk. Ő a személyes sértésnek éli meg. Azt gondolja, hogy te őt nem tiszteled, nem becsülöd, nem vagy elég körültekintő, nem bánsz vele jól, és már ott van, hogy balhé, és a kapcsolatnak a nagy része az arról szól, hogy ilyen reparációs törekvéseket csinálsz, hogy helyreállítsd a megfelelően működő kapcsolatot. Magyarul folyamatosan bocsánatot kérsz. Jaj, ne haragudj, nem úgy gondoltam, nem azért, nem, eszembe se jutott ilyen, nem miért mondasz ilyet? Hát én csak kedves akartam lenni hozzád, és ő mindent félreért, és mindent így ért félre. Biztos ismered, hát kollégád Bánki Györgynek a narcizmusról szóló könyvét, a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról. Igen, ezt szerettem volna mindenképpen, mert a igen. Dr. Bánki György. Doktor, igen. Bocsánat, kimaradt.
Igen, hogy persze, hát nekem is Gyuri, mert hogy így nagyon-nagyon kedvelem és ismerem is, és ez egy szuper könyv, azt mindenkinek csak ajánlani tudom, a legnagyszerűbb. A legnagyszerűbb könyv a narcizmusra, csak erről, ebből szeretném, ami nyilván egy kicsi iróniát is, nem kicsi iróniát tartalmaz, hogy ebből is szeretnék egy picit, ha nem baj idézni, erről a férfinő megoszlásról. Aztán hajlandó leszek ezt elengedni, csak tök érdekes ez a, mert hogy mondod, hogy a társadalom mennyire támogatja mondjuk ezeknek a személyiségigyeknek a megélését, hogyha egy, mondjuk egy férfiről van szó, és hogy mennyire bizonyos falakat vagy akadályokat kell átütni ahhoz, hogy megélhessük nőként ugyanezeket. De ugye ez már családokban is elkezdődik, ha belegondolsz, és erre vonatkozik ez az idézet, hogy a problémás családban egy férfi inkább hajlamos lesz szívósan azonosulni a saját maga ideális képével, míg egy nő inkább szétesőbb, labilisabb, kiszámíthatatlanabb lesz, könnyebben válik dühötté, szégyentelivé, elveszetté, ijetté, megtorlóvá. Uh-huh. Szóval pedig a borderline. Igen. Tehát, hogy másfelé megyünk, mondjuk, ha együtt nevelkedünk egy fiú testvérrel egy problémás családban, ahol ugyanazok a kötődési problémák vannak, kötődési zavarok, másfelé megy mondjuk a fivér és a nővér. Így van. Máshol patologizálódik. Csodálkozni azon, hogy de hát ugyanabban a családban. Hát de függően attól, hogy milyen nemű a gyerek, függően attól, hogy hanyadik mondjuk a testvérek között, az is valamennyire ugye befolyásoló, hogy éppen kinek a kedvence, egészen másfajta személyiségszerkezet alakulhat ki, és egészen másfajta kötődések és életutak állnak előttünk. Amúgy hol kezdődik, amikor, vagy hol van az a pont, persze ez nem pont, tudom, de akkor is hol lehet megfogni azt, amikor még egészséges valamilyen megnyilvánulás, valamiféle narcisztikus megmutatkozás, és amikor már elkezd ártani, leépíteni, kóros lenni. Ez kiben hol van, vagy mire figyeljünk mondjuk egy kapcsolatban? Most, és nem feltétlenül csak párkapcsolatra gondolok, bármilyen társas kapcsolatra. Az, hogyha tendenciózusan történik valami, hogyha így nagyon... nagyon mozdíthatatlan a mintázat. Az mindig egy figyelmeztető jel. Tehát amikor újra és újra ugyanaz történik. Igen, így van. Tehát ismétlődik, és egyre nehezebb, és egyre rosszabb, és egyre rosszabb. Tehát nem azt éled meg, hogy időnként a másik mondjuk egoistán viselkedik, sértődékeny, elvárja a csodálatot, a támogatást, hanem ami teljesen normális. Tehát, hogy ez lehet egy nehéz életszakaszban, megváltozhat a viselkedése bárkinek, hanem ez mondjuk egy ilyen tendencia, hogy ő mindig, és te nagyon nem vagy mellette látható, akkor azért ott azért figyelni kell, hogy hoppá, mi is történik itt. De ugyanígy egyébként az életenergiának az elszivárgása. Na, ugye? Na, erre jutottam ott. Egy lassú folyamat. De azért, aki benne van, általában érzi, hogy nehezebb minden. A testünk az nem hazudik, nagyon érdekes arra figyelni, hogy egyre azt érzed, hogy a tested egyre nehezebbé válik, hogy fáradtabb vagy, hogy kimerültebb vagy, hogy az a flow mondjuk, ami jellemző volt rád, az elvész. Hogy egyre inkább bezárkózol a külső ingerek irányába, hogy mert hogy erről is szól egyébként a kóros narcisztikussal való párkapcsolat, hogy leszűkíti a világot. Mondom, hogy azt mondja, hogy téged soha senki nem fog többet így szeretni. Csak mellettem vagy biztonságban. Neked kell egy ilyen háttér, amit én tudok neked teremteni. És akkor ezzel egy idő után te, aki mondjuk éltél a nagyvilágban, és azt gondoltad, hogy a világ nagy, és érdekes, és színes, és rengeteg ember van benne, és rengeteg lehetőség van benne, te elkezded egyre inkább azt érezni, hogy a világ az szűkül, és már nincsen 7 milliárd ember, már csak ez az egyetlen egy ember van, már csak ez az egyetlen egy életlehetőség van, már csak ez az egyetlen egy otthon van, már semmi nincs, már minden megszűnik. Ezt megint megjegyzem, hogy nyilván az elköteleződés is valami ilyesmi, hogy azt gondoljuk, hogy jó, akkor most letettük valaki mellett a voksunkat, és akkor
tényleg megszűnik az a sok-sok ember, de ez más ebben a dinamikában. Mert azt érzed, hogy így egy falak épülnek körülötted. Tudod, hogy így bebörtön ez a kapcsolat. Egyébként ez tényleg meg is történik, hiszen aki így működik ilyen narcisztikus módon egy párkapcsolatban, ő mindent megtesz annak érdekében, hogy izolálja a párját a másiktól. Mert mindenki, aki kívül van ezen a kettősön, az veszélyt jelent. Tehát, hogy Isten őriz, hogy a páromnak, itt megint az autonómiára térek vissza, mint az elején a beszélgetésnek említettem, hogy ha a másiknak vannak rajtam kívül lévő szoros kötődései, akkor az azt jelenti, hogy az énjének van egy tőlem független része, valaki mások is befolyásolják. Amit nem tudom kontrollálni. Rá, igen. Nem tudom kontrollálni. És ugye itt a narcisztikus emberek esetében a másik autonómiája plusz az én az ő kontrollképtelensége, az egy ilyen elképesztő fenyegető konstellációt hoz, hogy független is vagy, nem is tudlak kontrollálni, fuha. Ezért aztán ő szépen leválaszt téged. Először mondjuk kapcsolati szinten, jaj, milyen hülye, anyád, apád, testvéred, barátod, barátnőd, aztán utána nagyon izgalmas módon meg szokott jelenni a gazdasági ellehetetlenítés és izoláció függés, is. Függő helyzetbe taszítás, hogy nem kell neked dolgozni. Ugyan már minek? Hogy kizsákmányolnak azon a munkahelyen? Olyan sok értékes idő elvész, amit ott töltesz. Sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk az én vállalkozásomba segítenél, engem támogatnál közben, a gyerekeket nevelnél. Hátteremet biztosítanád. És a többi, és a többi, és a többi, és akkor ott találod magad egy ilyen érzelmileg, anyagilag kiszolgáltatott helyzetben, plusz még a kapcsolati hálódból is kiszakadtál. Tehát ez a teljes függés. Mennyire jellemző az, hogy ilyenkor, amikor létrejön ez a függés, akkor bekapcsolódik a bántalmazás újabb és újabb formája, az érzelmi bántalmazás, ne adj Isten, még utána a fizikai bántalmazás is. Tehát, hogy ezek mennyire jellemző mintázatok? Hát eléggé. Hát ez ezzel jár együtt kéz a kézben, mert ahogy mondtam, ugye ez már azért erősen a devalválásnak az időszaka. Amikor már a másik, az másikban már úgy nem leli fel a narcisztikus ember a jót, hanem akkor már azt látja, ami nem jó. És hát ez egy abuzáló kapcsolattá tud így válni. Olyannyira, hogy például az imént említett dokumentumfilmben arról számoltak be többen is, a már kiugrott áldozatok közül, hogy egy idő után elkezdték megkérdőjelezni a saját józan eszüket gyakorlatilag. Ugye ez a gaslighting, a gázláng hatás, ami a nem is tudom, mikori 50-es évekbeli cukorfilmről lett elnevezve, ami ugye erről szól, hogy hogyan éri el egy narcisztikus férfi egy párkapcsolatban azt, hogy a nő teljesen elveszítse az eszét, és ott a végén meg is történik. Szóval, hogy ez hogy működik? Hát a folyamatos... Ugye erről beszéltem, hogy a másik belvilága az nem számít. Hát amikor de folyamatosan azzal szembesülsz, hogy amiről te beszélsz, ami neked fontos, amit te szeretnél, az le van söpörve, akkor elkezdesz az asztalról, akkor elkezdesz magadban kételkedni, hogy tényleg azt érzem, egyáltalán szabad azt éreznem? Jogos az, amit én akarok, amit én tervezek? És belekerülsz egy ilyen állandó megkérdőjelezésbe. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez szorosan összefügg ugye az izolációval. Hogy ahhoz, hogy bárki tudja, hogy ő jól gondolkodik dologról, ugye mindig kell a külső visszajelzés. Hogy igen, tehát hogy persze, jól látod, nem véletlenül kérdezgetjük a barátainkat, amikor nehéz élethelyzetben vagyunk, hogy hát ti mit gondoltok? Mert táplálkozunk a külvilágnak a visszajelzéseiből, ebben semmi kóros nincsen, ha csak nem csak abból táplálkozunk. És egy ilyen helyzetben, ugye amikor leválaszt minket a narcisztikus a külső visszajelzésekről, kapaszkodókról, ilyen jelzőtáblákról, akkor eltévedünk. És akkor annyira eltévedünk, hogy a saját belső valóságunkat is megkérdőjelezzük. És ez egy nagyon nyomasztó állapot, mert érzel valamit,
És közben folyamatosan azt kapod vissza, hogy az nem létezik, az, sőt, akár olyan formában is, hogy ez meg sem történt. Akár a megélt valóság is, hogy dehogy mondtam, hát hogy mondtam volna, hát komolyan mondom, te hallucinálsz, vagy azzal a hangsúlyjal, soha nem szoktam olyan hangsúlyjal beszélni, azt a kifejezést én még életemben nem mondtam, és te ott állsz, és mondod, hogy apá. És akkor mit tudsz tenni? Kapaszkodsz így valami fajta valóságban. Volt olyan paciens, aki fogta és felvette diktafonra a párbeszédét a párjával, amit aztán titokban magának lejátszott, hogy tartsa magában azt a hitet, hogy ő nem bolond, hogy ő igenis jól emlékszik, hogy nem őrült meg teljesen. És akkor ott volt a diktafon, és ezt úgy szorongatta, mint az emberek egy józan eszének letéteményét. Igen. Mint hogyha ez egy ilyen nem tudom, egy ilyen amulet volna, hogy amulet lett volna, hogy ja, itt van a kezemben, és ez adja a biztonságot nekem, hogy nem vagyok őrült. És az az igazán félelmetes és izgalmas is ebben az egész történetben, hogy ahogy mondod is, hogy igazából ezeknek az embereknek a mélyén ott van egy ilyet szeretettelen, gyámoltalan gyerek. Igen. Többnyire, nem? Igen, igen. Azért mondtam, hogy ez hiánybetegség. Igen, szóval... De hogy amikor az áldozatává válok, vagy éppen annak a folyamatában vagyok benne, hogy egy ilyen ember hatása alá kerülök, vagy nem tudok kikeveredni, most párkapcsolati témában vagyunk, tehát mondjuk egy párkapcsolatban, akkor valami keveset ad az hozzá az én történetemhez, hogy de hát ő gyerekkorában nem kapott meg valamit. Tehát, hogy megpróbálhatjuk megérteni, csak nem biztos, hogy nem magunk mentése a fontosabb ilyenkor. Hát ez nagyon sok mindentől függ, hogy mit lehet tenni. Nyilván függ attól, hogy mennyire megközelíthető a másik, tehát hogy mennyire súlyos ez az eset. Vannak olyan esetek, amikor nincs mese, hogyha nincs valami komoly kötődés, gyerek, gazdasági függés, akármi, akkor bizony azonnal menekülj ötlet vagy megoldás a legcélra vezetőbb. És van, amikor ezt nem lehet megtenni, és akkor bizony jó, hogyha van egy olyan segítség, akivel az éppen aktuális helyzeteket át lehet beszélni, aki megtámogat, aki segít abból a fajta lehúzó szimbiózisból kijönni, ebből az abuzálásból, ebből a nagyon mélyen bántalmazó kapcsolatból kijönni, azáltal, hogy elkezd megerősíteni, hogy visszaigazolja, hogy normális vagy, hogy nem vagy eleve romlott, hogy értékes ember vagy, hogy meg tudod csinálni, hogy számít az. Egyáltalán van, amikor innen kell a valóságot visszaépíteni, hogy hát egyáltalán számíthat-e az, hogy én, fontos-e az, amit én érzek. Van, amikor innen indulunk. Hogy hát hogy ne lenne fontos? Persze, de ezt kimondani egy dolog. Hinni, és érzelmileg is ebben élni, hogy igenis, az én érzésem, az én élményem is számít, az egy hosszú építkezésnek lehet csak az eredménye. És hogyha nem a pszichológusa vagyok az ismerősömnek, hanem mondjuk a barátja, és tehát hogy a környezete vagyok, és segíteni akarok, tudok segíteni? Támogatni. Hogyan? De hogyan? Megérteni és visszajelezni, hogy az tényleg nem oké, hogy ha téged lehúznak, ha téged becsmérelnek, ha neked pitizni kell mondjuk, nem tudom én, a pénzért, amit aztán úgy kiszámolnak neked, hogyha neked el kell számolni minden pillanatoddal, hogyha te megtorlást kapsz, akár milyen formában, érzelmileg, verbálisan, anyagilag, akkor, hogyha mersz egy kicsit függetlenedni, hogy ez nem oké. Tehát, hogy itt ennyi, amit a barátok tudnak tenni, hogy ezt érzékelik. De mondom, általában azért ők el vannak távolítva a rendszerből. Hát ez az, igen. De ha mégsem, akkor viszont ezt tudják megtenni, hogy ott vannak, és visszajelzik. A noszogatás, hogy ugyan már hagyd ott, lépj ki, ez nem szokott működni. Egyszerűen azért, mert őrült nagy a szívó ereje egy ilyen kapcsolatnak. Tehát, hogy így beszippant, hogy magával ránt,
és nehéz, nehéz aztán a hiszen pont a határaid ellen megy, tehát hogy lerombolja a határaidat, nehéz aztán visszaépíteni a határaidat, és nehéz ellenállni, mert magával ránt, mert maga alá gyűr. És mi van akkor, és erre muszáj vagyunk kitérni ebben az epizódban, mi van akkor, hogyha a narcisztikus egy szülő-gyerek kapcsolatban van, tehát ha az egyik szülőd, a narcisztikus apád van, vagy anyád, és az egy, az, akkor hát nem ez hogy néz ki működtet, hogy ezek, ennek, tehát a szülő-gyerek kapcsolatban hogy manifesztálódik például a narcizmus? Hát ahogy a párkapcsolatban erősen megjelenik a bűntudat, talán a szülő-gyerek kapcsolatban még erősebben jelen van a bűntudat, hogy valami olyat teszek, ami megbocsáthatatlan. Ugyanis a narcisztikus szülő az szintén megköveteli ezt az önfeladást, önfeláldozást, hogy szolgáld ki az ő igényeit, legyen az bármi. Legyen az mondjuk az, hogy folyamatosan érzelmileg rendelkezésére állsz, bármikor felhívható vagy, legyen az mondjuk a siker iránti igénye, hogy akkor igenis te legyél híres, sikeres, elismert akármi, mert rajtad keresztül, akkor ő is megélheti azt, amit korábban nem tudott megélni a saját életében. És akkor itt vagyunk már ugye ilyen funkció gyerekeknél, hogy a narcisztikus szülő számára a gyerek nem egy olyan valaki, nem egy ajándék, aki az enyém, az én testemből jött, de azért mégiscsak egy tőlem független entitás, akinek saját érzései, vágyai, törekvései lehetnek ebben az életben, hanem a szülő azt éli meg, egy ilyen narcisztikus szülő, hogy ő az én vágyaimnak a kielégítője, az én terveimnek a megvalósítója, az én érzéseimnek a nem tudom én, támogatója. Szóval, hogy az én meghosszabbításom, vagy kiterjesztésem. Így van, ez a segédén funkció, hogy add meg nekem azt, amire nekem szükségem van, és az, hogy neked mire van szükséged, az igazából mellékes. Hát ilyen egy ilyen szülő-gyerek kapcsolat. És gyerekként ez milyen élménykészletet ad? Ahogy mondtam, a bűntudat az nagyon erősen benne van, és a szégyen, hogy van bennem valami, ami nem elfogadható. Ugye mindannyiunknak vannak rossz és jó tulajdonságai, vannak erősségeink és gyengeségeink. És amikor miközben növünk fel, ugye az a jó, hogyha ezek elfogadásra kerülnek. Hogyha nem kell valami fajta ideál felé törekednünk, hanem lehetünk azok, akik igazából vagyunk. Persze csiszoljuk magunkat, fejlesztjük magunkat, de hogy nincs egy tiltás azokon a tulajdonságainkon, vagy vonásainkon, amik nem felelnek meg a tökéletességnek, vagy mondjuk nem felelnek meg a szülő elvárásának. Ha a gyerek azt érzi, hogy hú, van benne valami elfogadhatatlan, és ezt honnan érzi? Hát onnan, hogy a szülő elutasítással reagál, mondjuk a félelemre, ilyen egyszerű dolog, hogy mi az, hogy félsz? Hát ne, te viccelj már, hagyjál már engem ezzel a badarsággal, akkor a gyerek ahelyett, hogy azt gondolná, hogy hát anyám, apám nem tud jól reflektálni az én érzésemre, és nem tud kellőképpen empatikusan, nem tudom, megnyugtató lenni, hanem a gyerek azt érzi, hogy úristen, deci ki, hogy én félek, és elkezd szégyenkezni, és aztán utána tudom én azt érezni, hogy fú, ezt el kell titkolni. Ez nem vállalható. Tehát a narcisztikus szülő mellett mondjuk úgy nő fel egy gyerek, hogy a saját sérült, nem tökéletes ényét, ezeket a nehezen vállalható, nehéz érzéseket önmaga elől is elrejti. És túlkompenzálja? És akkor tehát, túlkompenzál, persze, igen. Jöhet, ez akkor is egy menekülési út lehet és neki, nem? És akkor ebből is szépen így ki tud nőni egy ilyen narcisztikus élmény, hogy hát, na, ezt így fel kell turbózni. Aha, na, mert ez nagyon érdekes ebben, hogy mondjuk egy narcisztikus szülő narcisztikus gyereket nevele, vagy empatát, mert hogy
pont ellenkező irányba. Vagy, tehát, hogy nagy az esély mind a kettőre. Nagy az esély. Illetve, hogy termeli adott esetben újra magát a narcizmus? Újra termeli-e magát? Újra termelheti magát, természetesen, persze, hogy ne. És itt magam én mondom, hogy nagyon sok tényezőtől függ. Függ mondjuk például, amit még eddig nem beszéltünk, hogy azért a temperamentum, amivel születünk, az is egy meghatározó dolog, hogy arra a születésünkkel magunkkal hozott temperamentum és a környezet együtt hatása mit eredményez. Az egy nagyon érdekes dolog, de igen, egy ilyen narcisztikus szülő mellett lehetünk mi is, hordozhatunk ilyen narcisztikus jegyeket, válhatunk akár keményen narcisztikussá is, vagy lehetünk ilyen nagyon-nagyon erősen önalávetőek, akik arra teszik fel az életüket, hogy ezt a betölthetetlen űrt, ezt a kielégíthetetlen szükséglet halmazt, ezt megpróbálják kielégíteni. Ilyen emberekkel is gyakran találkozom a klienseim közül, akik mondjuk felnőttként, akár 40-50 évesen is, még mindig attól szoronganak, hogy anya-apa mit fog mondani, még mindig igazából nem tudtak leválni, nem tudtak függetlenedni érzelmileg, lehet, hogy fizikailag már nagyon távol vannak, de hát azt tudjuk, hogy a fizikai távolság az önmagában nem jár együtt érzelmi távolsággal, vagy legalábbis, most ugye értsük jól, az érzelmi távolság alatt azt értem, hogy érzelmi önállósággal. Ugye, mert ahhoz, hogy én érzelmileg önállóvá tudjak válni, bizony a szüleimtől kell egy távolságra lennem. Mert ha nagyon közel vagyok, akkor ez nem fog működni. Akkor azt lesem, azt figyelem, hogy ők mit akarnak, mit csinálnak. De a másik útja, hogy hogyan születik a narcisztikus, ugye itt, ahogy mondtam, itt van egy ilyen funkciógyerekség, amikor... Ez mit jelent, hogy funkciógyerek? Hogy valamire használja a szülő a gyereket. Tehát, hogy neki van egy megdolgozatlan, éretlen szükséglete, személyiség szerkezete, ami aztán termel szükségleteket. Ugye, bocsánat, hogy legyél. Semmi baj, közben lekönyökölte a Noémi a másik mikrofont. Igen, mert annyira hadd. Nagyon mondja, igen. Szóval, hogy a gyerektől elvárom, hogy betöltsön valami űrt, csináljon valamit, legyen valamilyen. Pótoljon valamit, így van, és akkor a gyerek ezt érzi, és ő persze igyekszik is. Fölveszi a szerepet, hát ezt várja tőle a szülő. Hogyne, ugye? És ez nagyon gyakran, ugye, későn nagyon soká tudatosul mondjuk a gyerekben, hogy ő például egy ilyen funkciógyerek volt, akinek az volt a feladata, hogy anyát, apát mondjuk érzelmileg megtámogassa, hogy megerősítse, hogy igazat adjon neki, hogy támogassa. Hogy megmentse a kapcsolatot például, hogy megmentse a kapcsolatot. Ez egy viszonylag tipikus. Ez nagyon tipikus, ez sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nagyon tipikus, hogy úgy születnek gyerekek, hogy azt mondjuk, hogy na, majd akkor ez a gyerek, na, már éppen ott vagyunk, hogy kiüresedett a kapcsolat, rájöttünk, hogy nem is akarunk mi egymással élni, igazából el kéne gondolkodni, hogy hogyan tovább, hogyha nem lesz gyerek, és akkor gyorsan ráhúzunk egy gyereket, mint megoldást. Hát, nem egyszerű sors. Még itt a végén arról beszéljünk egy kicsit, hogy nem csodálkoznék rajta, hogyha a hallgatóink, én is ahogy hallgatlak, így picit így önvizsgálok, hogy hol van bennem a narcizmus, hol fedezhetőek fel bennem ezek a személyiségjegyek, minek hatására jönnek ki, mikor csíphetem magam fülön, amikor túltolom, amivel esetleg fájdalmat vagy kárt okozok másoknak a kapcsolataimban. Szóval ebben próbálj egy kicsit... Bocsánat, a kérdés az, hogy reparálsz-e? Hogy tessék mondani? Hogy tetszik mondani? Kárt okozol, akkor van-e hát, benned hogy nyilván, egy reparációs jóvá teszem-e? Igény, hogy pontosan, tehát, hogy nyitott vagy-e arra, amit mondjuk neked észleled-e egyáltalán, ugye? Az egy nagy kérdés, hogy észleled-e, hogyha valakit megbántasz? A narcisztikus nem fogja észlelni. Vagy, hogyha vissza is jelzi, úgy csinál, mintha, de hogy csinál úgy? Elkezdi bagatelizálni. Jaj, ne viccelj már. Jaj, csak poénkodtam. Relativizálni. Ez egy vicc volt. Annyira érzékeny. Jaj, már megint olyan vagy, mint anyád vagy apád, túlérzékenykedsz. Ez nem reparálás. Tehát ez nem jóvá tevés. Az igazi reparáció az úgy néz ki, hogy
aha, felfogom, hogy ezt most egy kicsit túltoltam, vagy magamtól, vagy mert a másik szól, hogy figyelj, elképesztően rosszul esett. És na akkor ebben a pillanatban mi van? Mert ha képes vagy arra, hogy beenged a másiknak ezt az érzelmi állapotát, és mondjuk lélekben odaülj az ő élménye mellé, és azt mondta, hogy jaj, ez egy nem egy kellemes bocsánat. Érzés lélekben odaülni a másik élményem mellé, ami rossz élmény, és te okoztad. Ez nem. Ez nagyon nem. Nehéz. Ez nem. Ehhez kell egy nagyfokú érettség. Mert a legtöbbször ugye az van, hogy tényleg ezt csináljuk, hogy jaj, nem már. Mert nem akarunk azzal szembesülni, hogy mi is tudunk fájdalmat okozni. Nem csak nekünk okoznak. Hogy ezt nem láttuk jól, hogy meddig lehet menni. Hogy igen, akkor ott szint kell vallani, hogy bocs, én sem vagyok tökéletes. De hogyha megvan benne ez a képesség, akkor azt gondolom, hogy nyugi, akkor nincs olyan nagy baj. De hogy ennek őszintének kell lenni. Nem csak 2 percig. Na jó, akkor gyere, meghallgatlak, hogy neked mi fáj. Csak mert az akkor egy jobb színben tűnik föl. Tudod, igen, ez picit és olyan, akkor mint visszatérünk az elejére. Ez egy picit olyan, mint az anyagyerek vagy a szülőgyerek kapcsolatra ugye szokták mondani, hogy ott van olyan, hogy elhangolódunk egymástól. Hogy nem érzem jól, hogy mire van szüksége a gyerekemnek, mert éppen másra figyelek, és lekapcsolódtam, az adóvevőm az máshol volt, és nem vele voltam ilyen kapcsolatban. De a lényeg az, hogy amikor elhangolódunk, akkor újra, és újra, és újra hangolódjunk vissza. Na most ez ugyanígy van egy jól működő párkapcsolatban. Elhangolódunk, lehet, hogy én olyankor csinálok valamit, ami neked nem jó, megbántalak, figyelmetlen vagyok, kicsit önző vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok, de mondjuk újra és újra erőfeszítést teszek annak érdekében, hogy visszahangolódjunk, hogy megint figyeljek a mire is, ne csak az énre, hogy megint fontos legyél te is, akár még a min kívül is. Tudod? Tehát, hogy tudok közlekedni ebben a 3-as egységben, hogy én, te, meg a kapcsolatunk. Tehát akkor a narcizmusból nem a kóros, súlyosan bántalmazó narcizmusra gondolok, hanem mondjuk a hétköznapi narcizmusból akkor lehet gyógyulni. Hát lehet. Lehet egyébként, azt mondják, a spektrumnak a szélén lévő nehezebb dió ból is azért lehet, ott azért kell egy nagyon tapasztalt terapeuta, nagyon-nagyon tapasztalt. Nyilván kell egy nagy nyomás, ami a narcisztikuson van, hogy ő egyáltalán terápiába menjen, hiszen a mumus, a rossz, az mindig kint van, ugye ő hát védi magát attól, hogy szembesüljön a saját nem teljesen tökéletes részeivel, tehát ő ezért aztán ritkán állít be úgy terápiába, hogy hát rájöttem, hogy hibáztam. Általában küldik, általában a család az, ami ultimátumot ad, hogy vagy mész, vagy meg aztán mi megyünk. Vagy olyan nagy, mondjuk munkahelyi válság történik, tehát nagy krízisben kerül be terápiába, ami általában így néz ki, hogy kibabráltak vele, elbántak vele, nem tudom én, olyan gazdasági helyzet keletkezett, ami nagyon megviseli, és hát azért jön, és akkor viszonylag gyorsan azért kiderül, hogy ő hogyan működik ezekben a dolgokban, mert azért az nagyon hamar felsejlik egy terápiában, hogy van-e önreflexió, látja-e önmagát, a nagyságon túl is, hát ők általában nem látják, és nehéz a terápiás folyamat is, mert először be kell, hogy forduljon egyfajta depresszióba, amikor tényleg közel kerül az addig tagadott sérülékeny részéhez, és az bizony előhívja azt a depresszív állapotot, amiben nagyon nehéz lenni. Úgyhogy nem egyszerű a narcisztikusnak a terápiája, de lehetséges, ha csak nem társul még más olyan, nem tudom én, antiszociális vonásokkal, akkor azért úgy ott már nem biztos, hogy nagyon nagy sikerekre számíthatunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez a Beszélnünk kell podcast, jövő héten is jövünk egy újabb izgalmas témával a VMS stúdiójából. Orvos Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus és Détót Kriszta voltunk, Filákovics Radojka szerkesztő nevében is köszönjük szépen a figyelmet. Mi
Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!